Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket az Illoszki Rudolf stadionból, ahol a még nyeretlen Vasas a Puskás Akadémiát fogadja. Favorov, Baluca és Kis. A szép, Baluca lőhet. Maga biztos jóval Levente. Erre is bőven volt ideje, aztán itt Mezgrán, itt most Novotny támadja meg, és ebből talán kisülhet valami végleg egy jó megmozdulás hazai részről. A bepassz már nem volt elég pontos, és Szilágyi Szabolcs lő fölé. Zimonyi például összesen 14 percet töltött a pályán, Novotny 28-at, mondom még egyszer úgy, hogy ezt a találkozót nem számoljuk, pont most fogja megduplázni a Vasas mezben pályán töltött perceit Novotny Soma a bajnokságban. Géresi kap közben jó labdát, Komáromi még odarúg, Géresi húzza ki, és lő, az nagy helyzet, gól! Hollander, megint Hollander, mindig Hollander. Most a Vasas tud előnybe kerülni. Ott egy védelmi megingás, Komáromi nem tud tisztázni. És végül ez így pont jó a hosszon érkező Hollandernek. Géresi labdája elmegy keresztbe, Mezgráni lemarad. Hollander nem őbe vágja, kíméletlenül. Nem készít le Favorovnak, inkább Mezgránihoz passzol. Mezgráni laposan középre. Ez így volt veszélyes. Jó lesz tehát a következő cseréje a vendégcsapatnak. Azzal Hollander még kezdett valamit, óriási védést Tóth-tól. Előtte Kis Tamás. Kis fölnéz. Baluca visszafejeli. Ott a helyzet, Záhedi gól! Egyenlít a Puskás Akadémia. Itt most elaludtak a Vasas védői. Záhedi. Korbu jó labdát adott Kis Tamásnak. A beívelést Baluca fejelte vissza, és aztán Záhedi kapásból felvágja a jobb felső sarokba. Pont jó ütemben, pont tökéletesen minden klappolt. Remek befejezés Záheditől. Hinora a szöglettel. Hiri nem tud fejelni. Sie, ellőheti Sie, nagyot véd Tóth Balázs.